Kihívás játék címmel tartottak foglalkozást az általános iskolások számára az STE Juhász Gyula pedagógus képző karon, ahol az érdeklődők játékos módon ismerkedhettek a különböző tudományágak tanulásának egy új, kísérleti módszerével. A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 2022-ben is megrendezi jótékonysági könyvvásárát. A könyvek között válogatni és adományozni december 17-éig lehet a könyvtár alaksorában. Az STE Juhász Gyula pedagógus képző kara 2022. november végén rendezte meg a 36. OTDK-ra vezető kari tudományos és művészeti diákköri fordulók záró rendezvényét. A Májva Virág Alapítvány a méhnyakrákos nők gyógyulásáért és a megelőzésért dolgozik 2013 óta, 2020 óta pedig a Somogyi Könyvtár is együttműködő partnere mindebben. Schwimmer Tóth Tímeával, a Szegedi Májvavirágpont vezetőjével és Sinka Márta könyvtárossal beszélgettünk. Az STE JGPK alkalmazott egészségtudományi és környezeti nevelés intézet, környezetbiológia és környezeti nevelés tanszék integrált természettudomány oktatásmódszertani kutatóműhelye kihívásjáték címmel mutatta be eddigi munkájának eredményeit, amelyben történetalapú kooperatív probléma megoldás alkalmazásával a STEM és PBL technikákra építette megvalósuló, köz- és felsőoktatásban alkalmazható tudástranszfert valósít meg. A próba jellegű foglalkozáson általános iskolás tanulók vettek részt. Az eseményt dr. Habil Tarkó Klára, az Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet vezetője nyitotta meg. Engedjék meg, hogy először a mai nap főszereplőit, a természettudományok iránt érdeklődő diákokat köszöntsem. Kívánom nektek, hogy őrizzétek meg azt a kíváncsiságot és lelkesedést, amit most a szemetekben látok. Köszöntöm azokat az elhivatott pedagógus kollégákat, akik lángra lobbantották diákjaikban ezt a természettudományos szikrát. Kívánom önöknek, hogy még sok-sok ilyen tanulójuk legyen. Végül, de nem utolsó sorban, köszöntöm az Integrált Természettudomány Oktatásmódszertani Kutatóműhely alapító tagjait, környezetbiológia és környezeti nevelés tanszék kiváló oktatóit, és a Merlinház képességfejlesztő és tehetséggondozó non-profit Kft. Munkatársait, akik megálmodták a mai innovatív eseményt, és akik fáradhatatlanul dolgoznak azért, hogy a mai nap tematikájával élve megfertőzzék a gyerekeket a természettudomány szeretetével. Mi tavaly már egy rendezvényt szerveztünk, ahol bemutattuk pont ezt a történetet, amit itt is szeretnénk bemutatni, és az volt ugye a fő törekvés, hogy a természettudományok együtt jelenjenek meg egy történetben. És akkor kitaláltuk ezt a történetet, hogy Jon Snow, a londoni járvány idején a híres orvos, aki egyszerre több tudományt is képviselt, amikor megoldotta ennek a kolera járványnak a rejtelmeit, és ezen jól lehet szemléltetni, hogy hát a természet, a problémák azok mindig komplex módon jelennek meg. Ennek a rendezvénynek az apropója, illetve az a célja, hogy a természettudományokat, a műszaki tudományokat, a matematikát egy kicsit közelebb hozza az emberekhez, illetve az oktatásban való integrálását próbálja meg megvalósítani ennek az óriási, hatalmas, nagy tudáshalmaznak. Ilyen, napjaink társadalmában ez egy különösen nagy kihívás, hogy például a természettudományok és a matematika, az informatika nagyon sokszor szerteágazó fogalmakkal próbál meg információt átadni az embereknek. Most ez a kutatóműhely pont arra próbál meg javaslatokat tenni, ajánlatokat tenni, amelyek segítségével ez a komplexitás, ez az egységesség megvalósítható. Ez egy nagyon fontos célja ennek a kutatóműhelynek. A kutatóműhely alapvetően a Juhász Gyula pedagógus képző kar környezetbiológia és környezeti nevelési tanszék munkatársai által szerveződött, illetve a Merlin ház képviselői is
csatlakoztak ehhez a műhelyhez, és együtt szimbiózisként próbálunk meg egy újfajta látásmódot megvalósítani. Természetesen azt nagyon pontosan tudjuk, hogy a disziplinák, tehát a biológia, a fizika, a kémia, az informatika, a matematika nagyon fontos szerepet töltenek be, viszont napjainkban, ahogyan ezt már említettem, is kell egyfajta szimbiózis, kell egyfajta komplexitás, amely megpróbálja ezeket ötvözni, és erre próbálunk meg ajánlásokat megvalósítani. És ennek apropóján valósul meg ez a mai kihívás játék, ahol tényleg arra fogunk törekedni, hogy egy központi problémát úgy tárjunk fel, amelyhez az előbb említett disziplinek mind hozzá tudnak tenni, és egy egységet tudjanak a gyerekek tudatában kialakítani. Ez a legfontosabb célunk ezzel a műhelyen és ezzel a foglalkozás sorozattal. A gyerekek az STE Juhász Gyula gyakorló általános és alapfokú művészeti iskolából, a Béke utcai általános iskolából és a Dózsa György általános iskolából érkeztek a foglalkozásra. A diákok az eseményen 6 állomáson keresztül különböző tudományágak alkalmazásával törekedtek a járvány megállítására. Az egésznek a központi magja egy történet lesz, Jon Snow a kolera járvány felderítőjeként, tehát ő köré szerveződik a mai játéksorozat. Ahogyan látható is, különböző állomások vannak. Vannak fizikai jellegű, biológiai jellegű, kémiai jellegű állomások, de ugyan ezt már korábban is említettem, az egy nagyon fontos dolog, hogy a matematikát, az informatikát, a műszaki tudományokat, ezeket napjainkban úgy hívjuk, hogy STEM oktatás, összekapcsoljuk. Ezért lesznek például programozásos feladatok, vagy programozáshoz kapcsolható játékok. 3D nyomtatóval megismerkedhetnek a gyerekek, és ezeken az állomásokon lépésről lépésre végig haladnak a gyerekek, és közben olyan információkat fognak hallani, és olyan feladatokat fognak végezni, amelyel egyrészt nyilván azokat a manipulációs képességeket meg tudják tanulni, amelyek például a kísérletek tervezésénél fontos lehet, egy probléma megoldásnál nagyon fontos lehet, és mindezeknek a végén lesz egy központi, vagy egy közös játék, egy vetélkedő, egy kvízjáték, ahol majd egyfajta rangsor nyilván ki fog alakulni, hiszen ezeken az állomásokon olyan információk hangoznak el, ami abban a kvízben ismét elő fog kerülni, és így megpróbáljuk megnézni azt, hogy hogyan sikerült szintetizálni a gyerekekben a tudást. Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 2022-ben is megrendezi jótékonysági könyvvásárát. A biblioteka mindig is fontosnak tartotta az esélyegyenlőséget és azt, hogy a jó ügyek mellé álljon. Ezért a könyvekért adott tetszőleges adományokat idén is nemes célra fogják fordítani. Aki belép a Somogyi Könyvtár alaksorába, az egy könyvkarácsonyfával találkozik, sok könyv, amiből válogatni lehet. Ezek használt könyvek, olvasói adomány nagy részük, akik számára az otthonukban nincs már hely bizonyos könyveknek, sokat szoktunk ilyet kapni, és ezt igyekszünk hasznosítani is. Idén, mint már az elmúlt 8 évben, karácsonykor különös küldetése lesz ezeknek a könyveknek, hiszen valami fajta segítséget, örömet szeretnénk nyújtani partnerszervezetek számára. Jótékonysági vásárt hirdetünk meg, amikor is az ide betérők válogathatnak a könyvkarácsonyfáról könyvet, hazavihetik, új életet, új esélyt kap az a könyv, ugyanakkor egy önkéntes adományt várunk, amelyet egy összefoglalt összeggel majd neki ajándékozunk az idei kedvezményezetnek, a Makra Intézetnek. Itt halmozott fogyatékkal élő fiatalok nappal intézménye van, közel 20 fiatal jár naponta be ide, szülők és oktatók és foglalkoztatók nagyon sokat tesznek azért, hogy ők minél kellemesebben, jobban és fejlesztve éljék a hétköznapjaikat. Mi pedig könyvtárosok arra gondoltunk, hogy szép
lenne egy kicsit segíteni ezeken a hétköznapokon, vagy akár az ünnepen. Mindenkit szeretettel várunk, jöjjenek, nézzék meg a könyvkarácsonyfát, ha találnak könyvet, válasszák ki, vigyék haza, és ha kapunk ezért egy adományt, egy önkéntes adományt, akkor jó célra fordítjuk. A jótékonysági könyvvásár 2022. december 1-e és 17-e között zajlik a Somogyi Könyvtár központi épületének alaksorában. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képző kara 2022. november végén rendezte meg a 36. OTDK-ra vezető kari, tudományos és művészeti diákköri fordulók záró rendezvényét. Az eseményen változatos programokon keresztül mutatták be a kari, tudományos és művészeti diákköri munkák sokszínűségét. Ugye a tudományos és diákköri munkának lassan 80 éves hagyományai vannak Magyarországon, ide tartunk. Ebben a kar, illetve elődi intézményei is mindig aktívan vettek részt. Éppen most néztem meg, hogy az utóbbi három ciklusban, átlagosan 270 különböző pályamunka, dolgozat, született, és ennyivel mérettettek meg hallgatóink a helyi fordulókon, és nagyságrendileg mindig olyan 100 hallgatót ezek közül az OTDK-n is viszont láthattunk, ott is megmérettették magukat, és azt is büszkén mondhatjuk, hogy mindig szoktunk első helyezéseket, különböző helyezéseket, külön díjakat elhozni, tehát azt tudom mondani, hogy a kari tudományos és művészeti diákköri munka nagyon szép eredményeket produkál. Rövid prezentációval készültem, amelynek, mint látjuk, címe Karunk kiválóságai az új nemzeti kiválóságprogramról. Karunk kiválóságai, hogy kit is értek, kiket ez alatt, erre majd a későbbiekben szeretnék majd kitérni. Először arról nagyon röviden, hogy miféle rendezvény is ez. Tehát ugye hallottuk, hogy itt tudományos, művészeti diákköri rendezvényről van szó, de új nemzeti kiválóságprogramról is szó esik. Ez a kettő ugyanis nagyon szorosan összefügg egymással, mind a két irányban. Ami azt jelenti, hogy a sikeres, tudományos és művészeti diákköri tevékenységet folytató hallgatóink rendre megpályázzák az új nemzeti kiválóságprogram ösztöndíját, és fordítva is ugye érvényes ez a szoros összefüggés, azaz az új nemzeti kiválóságprogram ösztöndíjasaival szemben elvárás az, hogy tudományos és művészeti diákköri tevékenységet folytassanak. Tehát ez a két dolog rendkívül szorosan összefügg. Dékán helyettes asszony előadása jól tükrözte azt a növekvő érdeklődést, amely a kari tudományos és művészeti diákköri fordulók népszerűségét övezte az elmúlt években. A prezentációt követően a Művészeti Intézet ének-zenetanszék hallgatóinak műsora következett. Elsőként Arany Éva kedveskedett a közönségnek egy gyimesi népdalcsokorral. A következőkben Kodály Zoltán adventi ének, esti dal és Túró teszik a cigány című művei csendültek fel.
A művészeteknél maradva ezt követően Marasi Katalin, a rajzművészettörténet tanszék tanszékvezető főiskolai docense tartott bemutatót az intézményi művészeti diákköri konferencia idei eredményeiről. Hasonlóan a tudományos fordulókhoz az itt jelesen teljesítő diákok jövőre az országos fordulókon vehetnek majd részt. A záró rendezvény végén az érdeklődők a sikeres diákköri előadásokból tekinthettek meg egy válogatást. Köszöntöm a nézőket! A méhnyakrák az emlőrák után a második leggyakoribb rosszindulatú daganat a 45 éven aluli nők körében Európában. Hazánkban évente mintegy 1500 nőt szembesít azzal az orvosa, hogy méhnyakrákja van. Évente pedig több mint 400 nőt veszítünk el a betegség miatt. De szerencsére van segítség. A Májva Virág Alapítvány közel egy évtizede segíti a méhnyakrákos nők gyógyulását és a betegség megelőzését. Itt van velünk a stúdióban Schwimmer Tóth Tímea, a szegedi Májva Virágpont vezetője, valamint Sinka Márta, a Somogyi Könyvtár munkatársa, ugyanis a biblioteka és az alapítvány szoros partneri együttműködésben van 2020 óta. Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönjük, és üdvözlöm a nézőket. Először is induljunk ki magából az alapítványból. Mi segítette, miért jött létre először is az alapítvány, tehát milyen cél vezérelte annó? Az alapítvány 2013-ban jött létre, Tóth Icó hozta létre, aki szintén méhnyakrák érintettként azzal szembesült, hogy egyszerűen nincs Magyarországon olyan szervezet, aki az ő kérdéseire vagy problémáira válaszolni tudna. És miután elindult a gyógyulás útján, úgy döntött, hogy akkor valójában akkor ez lesz az ő feladata, és létrehozta a Májva Virág Alapítványt, ami első körben először kifejezetten a méhnyakrákkal érintett nőknek a segítésére, a betegsegítésére alakult, illetve nagy hangsúly volt kezdetek óta a prevención, ugye a megelőzésen, és utána szépen folyamatosan egyre több ilyen altesti női daganathoz kapcsolódó érintett kör kapcsolódott be, akiknek szintén nem volt ilyen segítő alapítványa, vagy segítő szervezete, és mostan már nem csak a méhnyakrákban érintettek, hanem a petefészekrák, szeméremtestrák, hüvelyrák, méhtestrák érintett hölgyek is, vagy méhdaganattal érintett hölgyek is benne vannak a közösségünkben. És próbálja az alapítvány az ő betegútjukat, illetve a rehabilitációjukat segíteni. És az ilyen segítésbe jött képbe a Somogyi Könyvtár is 2020 vége felé kötődött. Szeptemberében őszén. Igen. De őszén kezdtétek el meg az együttműködést. Ez hogyan kezdeményeződött? Melyik részről? Közös volt-e? Vagy mi volt ennek az alapja? A Somogyi Könyvtár mindig törekedett és törekszik arra, hogy jó ügyek és nemes kezdeményezések mellé álljon. Olyan ügyek mellé, amelyeknek pozitív társadalmi üzenete van. Piri Ildikó, a Somogyi Könyvtár szolgáltatásért felelős igazgató helyettes, és Timi ismerték egymást eredetileg, és ők kezdtek először egy közös beszélgetést arról, hogy milyen lehetőségek rejlenek az alapítvány és a könyvtár esetleges közös munkájában, és nagyon hamar kikristályosodott, hogy rengeteg lehetőség van ebben a közös munkában. És így indult igazából az együttműködésünk 2020 őszén. Én később, egy pár héttel később kapcsolódtam be, mert az igazgató helyettes asszony megkeresett, hogy a könyvtár oldaláról én legyek a kapcsolattartó, én koordinálom a mi részünkről a közös programokat, a szervezéseket, tehát igazából mi Timivel egy nagyon szoros, azóta két éve is nagyon szoros kapcsolatban vagyunk, és hát amikor elindult a beszélgetés erről a lehetőségről, ami ugye nagyon gyorsan realizálódott, hogy ebből akkor lesz egy nagyon szoros szakmai és partneri együttműködés, akkor sajnos közbeszólt a pandémia, ugye akkor bezárt a könyvtár, de nem szekte kedvünk el, sőt szerintem nagyon jól indítottunk, mert 2021. januárjában, amikor zárva volt a könyvtár, akkor volt az első közös munkánk, az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hírhez kapcsoltunk, ami az alapítványnak egy abszolút kiemelt zászlóshajó programja. Nyilván miután záró volt a könyvtár, ezt csak online tartalmakkal tudtuk
tulajdonképpen megszervezni, de nagyon jól sikerült, például volt egy tematikus könyvajánlónk, amellyel próbáltuk fókuszba állítani ezt a betegséget, és hát magát ugye a prevenciót, erről majd akarok egyébként még néhány szót szólni, vagy szeretnék. Ezzel kapcsolatban mi volt a könyvtárnak a elsődleges hozzáállás, hogy miért is csatlakoztunk az alapítvány munkájához. Tehát, hogy ez volt az első közös együttműködésünk, és utána ezt nagyon-nagyon sok követte. Egyébként még annyit szeretnék mondani, hogy amikor az alapítvánnyal megismerkedtünk, és elkezdtük a közös munkát, akkor végtelen rokon szenves volt nekünk az, amiről ugye a Timi már beszélt, hogy Magyarországon gyakorlatilag egyedül ők foglalkoznak női daganatos betegségek prevenciójával, óriási missziót visznek, abszolút egy olyan szakmai profizmussal, lendülettel, hittel, kreativitással, ami mellé azt gondolom, abszolút megtisztelő nekünk becsatlakozni, és hát nyilván nagyon gyorsan és gyorsan, hamar felmértük azt, hogy a Somogyi Könyvtárban plusz van 13 fiók könyvtárban, a rengetegen járnak, nagyon sok korosztály látogat bennünket, nagyon sok célcsoport. Tehát egy lehetőségünk van arra, hogy a magunk eszközeivel, lehetőségeivel az alapítvány hírnevét egyre messzebbre vigyük, hogy minél többen megismerkedjenek az alapítvánnyal, tehát hogy tudjuk az alapítvány munkáját segíteni. És miután említettem, hogy számunkra is fontosak a jó kezdeményezések, most jelen esetben az egészségtudatosabb életmód, a prevenció, ez abszolút beleillik a könyvtár profiljába, hogy az ilyen ügyeket felkaroljuk, és akkor igazából így indult ez a közös együttműködés, ami hát szerintem Timi egyetért, mert amúgy olyan gyümölcsöz. Hát az elmúlt két évben rengeteg közös programunk, rendezvényünk volt, és ez egy teljesen előremutató partneri kapcsolat, tehát folyamatosan szervezünk és tervezünk, tehát nincs vége. Igen, ötletek mindig vannak. Igen, mindig vannak, és meg is valósítjuk Igen. őket. Igen. Igen, látszódik a rendezvények, események és egyéb szervezések kapcsán, hogy a könyvtár mennyire sok oldalúan közelít az ilyen és ehhez hasonló témákhoz, tehát sorolhatnánk akár napestig. Talán aki más helyekről, kisebb falvakról jön, nem is érzi, hogy ez igazából egy könyvtár olyan már, mint egy nem is tudom, kultúrház, közösségi tér gyakorlatilag, annyira élő, annyira mai, annyira friss, de biztos sokat fogjuk még említeni a Májba Virág alapítványt. Akkor először miért a Májba Virág nevet választottátok? Sokan nem is ismerik magát, ezt a virágot. Nyilván nem ez volt a cél, de hogyan jelképezi ez a célt, amit szolgáltok? Ez is szintén Tóth Icónak, az alapítvány elnökének és alapítójának a nevéhez fűződik. Igazából ő azért választotta ezt a virágot, mert ő ezt az éretnő szimbólumának érezte, és ami egy ilyen nagyon kitartó, szívós, erős virág, nagyon sok körülmény között megél, és nagyon sokszínű, és bár van, hogy néha, ahogy ő fogalmaz, a szirmai megsérülnek, mint ahogy nagyon sokunknak, és sok érintett társamnak, de hogy attól függetlenül, hogy itt vagyunk, és erősek vagyunk, és visszük a hírét ennek a dolognak, hogy minél kevesebb nő kerüljön olyan helyzetbe, mint amilyenbe mi vagyunk. Említetted, hogy szeretném még visszatérni erre a könyvtári eseményekre és az együttműködésre. Mit értettél ez alatt? Hát ez gondolom, hogy kiderült így a beszélgetés első részéből is, hogy ugye nagyon sok közös munkánk volt, és én azt gondolom, hogy ha két év mérlegét megvonjuk, akkor nagyon-nagyon büszkék lehetünk a közös együttműködésre, hiszen már többször kapcsolódtunk, így gyakorlatilag ezeket mindig folyamatosan, tehát nem csak ilyen egy-egy eseti, hanem például többször kapcsolódtunk, már rendszeresen kapcsolódunk az Európai Méhnyakrák Megelőzési Héthez. Ez minden évben, január utolsó hetében van. Ugye említettem, hogy az első közös munkánk ugye pont 2021-ben ez a hét volt, akkor csak online tudtuk megtartani, de például idén tényleg teljes hetet erre szántunk, volt klub, előadás, meghívott előadó, volt prevenciós napunk, több száz, sőt megkockáztatom, 1000 információs, a Májba Virág Alapítvány információs szóró anyagait juttattuk el hölgyeknek, volt közös gyöngyfűzés, ami a
az alapítványnak egy ilyen kis ikonikus közösségformáló tevékenysége. De sorolhatnám azt, hogy például a nőnapokon mind a két évben ugyanilyen tartalommal, ugyanilyen mélységgel készültünk. És szeretném hangsúlyozni, hogy ilyenkor becsatlakoznak a fiókkönyvtárak is, tehát a fiókkönyvtárokban látogató hölgyeket is ugyanúgy meg tudjuk szólítani. Ezen kívül tavaly fogalmazódott meg bennünk annak a lehetősége, hogy esetleg érdemes lenne indítani egy klubot. Az volt az eredeti célkitűzésünk és a koncepció, hogy legyen egy olyan rendszeresen jelentkező klub, amely testi-lelki egészség témakörben hoz olyan sokakat érintő, érdeklő témákat, amelyek ugye ebbe a témakörbe nagyon széles körű spektrumban, de beleilleszkednek, és mindezt a szakmájukban nagyon hiteles és felkészült előadókkal. És hát én azt gondolom, hogy nagyon büszkék lehetünk magunkra, hiszen az elmúlt egyben több klubunk volt, rengeteg témában beszélgettünk, például csak így a teljes igénye nélkül, a könyvgyógyító ereje, biblioterápia, volt vendégünk onkopszichológus, pszichológus, beszélgettünk mindfulnessről, kapcsoltunk a petefészekrák világnapjához, volt könyvbemutató, egy olyan édesanyjának a könyvét mutattuk be, aki a 20 éves lányát veszítette el petefészekrákban. A lány, akit Timinek hívtak, kutató volt, rengeteget a zsidóság kultúráját kutatta, rengeteget utazott a világban, és az édesanyja úgy dolgozta fel tulajdonképpen a gyásznál, ez volt a terápiás folyamat maga, hogy a Timi emlékének állított, tehát írt egy könyvet, tulajdonképpen ezzel állítva a Timinek emléket, és például nálunk volt Szegeden ennek a könyvnek a bemutatója. Vagy például említhetném, hogy most legutóbb pár hete dr. Csupor Dezső, egyetemi docens, szakgyógyszerész, gyógynövénykutató volt a vendégünk, vele pedig a daganat és egyéb betegségekhez kapcsolódó tévhitekről beszélgettünk. Nagyon sokan eljönnek ezekre a klubokra, vannak visszatérő vendégeink is, tehát nagyon örülünk neki, ez is például egy olyan programsorozat, amelyet folyamatosan szervezünk. Vagy például említhetném a Májva polcot, amire szintén különösen büszkék vagyunk, hiszen 2021. szeptemberében avattuk, akkor mi voltunk az országban a harmadik könyvtárról, egyáltalán létezik ilyen Májva polc. Sőt, mi vagyunk a legelső vagy első könyvtár, ahol a Májva Virág Alapítvány kiadványai, amelyről majd Timi fog részletesebben is szólni, kölcsönözhetőek. Ez azt jelenti, hogy ugyanolyan értékű, mint egy bármilyen könyvtár dokumentum. Ezt a Májva polcot egyébként én gondozom, vagy én töltöm, és azt látom, hogy nagyon nagy igény van rá. Tehát feltöltjük, sok könyv van rajta, és azért elviszik a hölgyek, és nagyon-nagyon örülünk ennek, hiszen így nagyon sokan hozzájutnak olyan kiadványokhoz, amelyek egyébként abszolút hiánypótlóak. Tehát, hogyha valaki szembesül ezzel a diagnózissal, akkor a Májvirág Alapítványnak olyan kiadványai vannak, de ezt mi tudjam a részletesebben elmondani, amely gyakorlatilag a diagnózistól, mondjuk a műtétig, illetve a műtét utáni lábadozásig bezárólag segítséget adnak azoknak a hölgyeknek, akik sajnos érintettek ebben a betegségben. És akkor nem tudom, az alapítványnak a kis füzeteiről, hogyha még így beszélhetnénk. Igen, így a kiadványok kapcsán szerintem rátérhetnénk arra, hogy magára a betegségre, hogy hogyan tudtok segíteni a megelőzésben, majd amennyiben nem sikerül megelőzni, akkor a kezelésben, és hogy a kiadványok ezekben hogy segítenek. Igen, nagyon sok szóróanyagunk van, amit próbálunk tényleg minél szélesebb körben, minél több réteghez eljuttatni, és ebben tényleg nagyon nagy segítség számunkra, és óriási kapu a könyvtár és a könyvtári együttműködés. Én nagyon-nagyon hálás vagyok ezért. A prevenció kapcsán van számos, akár tinédzserkortól, ugye már a 7.-8. lányoknál, azaz 7. osztályban jelentkezik ez, hogy Magyarországon ugye ingyenesen választható, aki igényli a HPV elleni védőoltást. Ugye a ményakrák az egyetlen olyan rák, amit lehet tudni, hogy vírus okoz, és hogyha időben megkapja az ember igazából ezt az oltást, illetve utána rendszeresen jár szűrése, tehát ennek a kettőnek a kombinációjával ez egy elég jól szűrhető rák, viszonylag korai stádiumban azért észre lehet venni, és már kezdetben egészen jól gyógyítható, tehát nagyon fontos a korai, mint minden rák esetében, de itt kiemelten itt is fontos a korai felismerés, és ebben segítenek nagyon ezek a prevenciós kiadványok is, amik egyrészt a HPV
fertőzés okozta veszélyekre hívják fel a figyelmet, mind a nők, mind a férfiak számára, mert ugye a férfiak is érintettek a HPV kapcsán, nem csak úgy, hogy átadhatják a hölgyeknek, hanem náluk is azért szemölcsöket okozhat, illetve ugye akár felnyaki daganat is lehet a vége. Ennek kapcsán is egyébként elindult egy új kampány, a Kardvirág program, ami kifejezetten már a férfiaknak szól, és ennek a veszélyeire hívja fel a figyelmet, illetve ennek a tüneteit mutatja be. Emellett pedig tényleg a betegség első fázisától kezdve vannak olyan segítő kiadványok, amik szerintem elképesztő sokat segítenek. Tehát én saját magam is azért vagyok az alapítvány munkájában, azért veszek részt, mert én is érintett voltam, 2015-ben derült ki, hogy méhnyakrákom van, és akkor még az első ilyen nagy kórházi segítő könyvecske kiadvány még csak PDF formátumban volt meg, de hál' Istennek az én műtő orvosom, ő ott volt a lektorálók között, és én megkaptam, és el nem tudom mondani, nekem mekkora segítség volt az, hogy látom leírva, hogy mi lesz lépésről lépésre, mi történhet velem, mire kell odafigyelni, de tényleg olyan gyakorlati tanácsoktól kezdve, hogy mit vigyek be magammal a kórházba, milyen kis tasakba vigyem majd a kis kilógó mindenféle dolgokat, hogyha megyek a folyosón, mennyire lesz probléma a székletürítéssel, vizeletürítéssel, erre milyen megoldások lehetnek. Tehát, hogy tényleg olyan szintű átfogó tanácsot kap az ember, meg nagyon sok nőnek a tapasztalata van, meg érintettnek a tapasztalata is ilyen szempontból tényleg nagyon hiteles benne, ami szerintem tényleg rengeteget segít a gyógyulási folyamatban, hogy az ember nem csak azt érzi, hogy megtörténnek vele a dolgok, hanem valamilyen szinten kicsit rálátása van arra, ami történik. És utána szépen folyamatosan tényleg most már ez olyan tág, hogy a sugárkezelésről a kemoterápia kapcsán van külön kis füzet, van az étkezés kapcsán, akkor amit mondtam, ugye nagyon sok érintetnél a műtét után meg sikeres földgyógyulási folyamat esetén is ez egy mellékhatás lehet, hogy megszűnik a vizelési, székletülési inger, és hogy ezt meg kell tanulni haspréssel nyomni, és ez egy nagyon nehéz, nagyon nem könnyű folyamat, és például ennek kapcsán van egy ilyen utak és praktikák az ülőkén kiadványunk, nagyon sok érintettnek probléma lehet köztük én is, nálam is egy ilyen mellékhatása a kezelésnek, a nyiroködéma, akkor ennek kapcsán van egy fásliba zárt világ, akkor pont az étkezés kapcsán van egy májva spice kiadványunk, ami szintén dietetikusokkal van összerakva, és tényleg rengeteg módon segíti az alapítvány ezekkel a kiadványokkal az érintetteket, és most már egyébként, ahogy így terjed, jönnek az igények, látszanak a kérdések, mert van egy zárt csoportunk is, amiben minden csak érintettek, illetve hozzátartozók vannak, ahol szintén bátran föl lehet tenni a kérdéseket, ott is nagyon megnyugtató lehet az, hogy az ember mondjuk találkozik 10 évvel ezelőtt átesett, gyógyult betegekkel, vagy szóval tényleg olyan kérdéseket is feltehet, amit mondjuk feltétlenül az orvosának lehet, hogy nem fog menni feltenni, és vannak a csoportban szakemberek is, tehát hogyha éppen olyan probléma van, vagy tehát olyan helyzet van, azért szakmailag is helyre lehet rakni a dolgokat, és emellett, ami új irány, hogy most már nem csak így a testi dolgokra figyel így az alapítvány, hanem van például egy pár éve megjelent Lelkemnek kiadványunk, ami kifejezetten a lelki folyamatoknak az átgondolásába, a földolgozásába segíti az érintetteket, vagy akár a hozzátartozókat. Ez pedig a múlt héten jött ki egy ilyen kiadvány, ami kifejezetten nem csak egyébként a méhnyakrák
valóban érintettek hozzátartozóinak segítség, hanem gyakorlatilag bármilyen daganattal érintettnek segítséget nyújthat például ez a kiadvány a hozzátartozóknak, hogy hogyan lehet jól segíteni egy ilyen helyzetben. Ez valóban olyan sokrétű és hasznos, ahogy együttműködve is segítetek, de mégis mekkora mértéket ölt, tehát milyen méretet ölt az alapítványnak a működése, akár országos, vagy akár nemzetközi szinten? Országos szinten már azt hiszem 20 májva pont van, lehet, hogy azóta már nyílt egy, tehát hogy ez folyamatosan nyílnak, hál' Istennek, azok a pontok, mint amilyen a Szegedi is, illetve hát országosan nagyon nagy munkát végez, szerintem elképesztően látványos, amit a gőzhenger úgy halad az alapítvány, tehát a központi rész az egyébként Dunaharasztiban van, ők tényleg elképesztő, hogy mennyi területen, tehát tényleg a minisztériumi szinten ahhoz, hogy elérték azt, hogy például a fiúk számára is ez a HPV-oltás most már ingyenesen kérhető hetedikhoz, vagy biztosított hetedik osztályban, mert ugye csak úgy lehet eltüntetni a méhnyakrákot, hogyha mind a nők, mind a férfiak igazából tünetmentesek lesznek, vagy nem fogják ezt a betegséget elkapni és továbbadni, vagy adókedvezmény kapcsán, tehát hogy tényleg vannak ilyen jellegű előrelépések is, másrészt pedig tényleg egyre több szakmai szervezet, nagyon sok orvosi konferencián vesz részt az alapítvány, ami szerintem azért nagyon-nagyon fontos, mert látszik, hogy orvosi szempontból is egyre fontosabb lesz az, hogy a betegek hogyan érzik magukat, mennyire tájékozottak egy ilyen gyógyulási folyamat során, ami nagyon-nagyon tudja segíteni ezt a folyamatot, és partnerként kezelik az alapítványt. Szerintem ez az egyik legnagyobb elismerése az alapítványnak, hiszen látják, hogy valódi szakmai munka van minden egyes kiadvány, minden egyes akció mögött. Nagyon-nagyon sok embert ér el, és szerintem elképesztően hiánypótló az a betegút kísérő, van egy Májba betegút nevű honlap, ahol nem csak a méhnyakrák, petefészekrák, de a hüvelyrák, méhtestrák, szeméremtestrák kapcsán lépésről lépésre meg tudják nézni az érintettek, a hozzátartozók, hogy mi lesz a következő fázis, ahhoz kapcsolódóan milyen utak lehetnek, hova lehet fordulni esetleg segítségért, mit érdemes megnézni, tehát ilyen szinten is heroikus munkát végeznek, illetve nemzetközi szinten is nagyon sokat tesz az alapítvány, például az ESGO Engage európai szervezethez csatlakozva európai szinten best rész akciókba töltünk ki kérdőíveket, veszünk részt kutatásokba, vagy itt szó az alapítvány elnöke, 2 évig volt társelnöke ennek az alapítványban 19 és 21 között, és vagy a World Code, amit szintén szeptemberben mindig már 3.-4. éve megszervez az alapítvány, amikor ilyen aktív mozgással próbálja fölhívni a figyelmet, egy-egy ilyen staféta átadásával a megelőzés fontosságára, illetve az aktív életmódra, egészséges életmódra, és most elindult el a Májvatini program, tehát hogy így tényleg órákon keresztül lehetne sorolni, ami szintén egy nemzetközi mintára indult el, tehát azokat a szervezeteket, amelyekhez az alapítvány már így elindított valami fajta együttműködést. De a Májba Virág honlapon egyébként erről nagyon részletesen lehet tájékozódni, és meg lehet nézni ezeket az együttműködéseket. Igen, már így nem érintettként is hallgatva, hogy a betegutat, hogy azt be tudjátok mutatni így az érintetteknek, ez már megnyugvást okoz, tehát ez jó tudni. Az élet más területein is úgy gondolom, hogy akár karrierbe, például a karriertanácsadók is mondjuk ebben tudnak segíteni, milyen nehézségeink lesznek, vagy hol lesznek a nagyobb mérföldkövek, de milyenek a visszajelzések, amikor először találkoznak az emberek így könyvtár, mint kapocs, most akkor a könyvtár rendezvényeinél maradva, hogy akár érintettek, vagy akár akinek vannak ismerősei,
vagy tehát bárki lehet érintett igazából, szóval nehéz ezt kategorizálni, de hogy amikor rájönnek, hogy ez tényleg hasznos, akkor milyen szokott lenni a hozzáállásuk, a visszajelzés, vagy esetleg segítenek-e így a munkában akár átlag emberek is? Tim ugye nagyon részletesen ismertette, hogy milyen kiadványaik vannak, amik ugyanálunk, mint említettem én is, már a Májva polcon megtalálhatóak és kölcsönözhetők, de emellett nagyon sok szóróanyagot kaptunk Timiéktől, hihetetlen mennyiség, és nem csak a mennyiségre, hanem de sokféle is, de hogy tartalmukban is rendkívül igényesek, informatívak, és mi ezeket a szórólapokat, hát most már nem tudom, hogy hány ezeret kaptunk az elmúlt 2 év alatt, mi ezeket folyamatosan, például a prevenciós napokon, vagy bármilyen közös rendezvényünkön, ezt osztogatjuk az embereknek. Nekem ezzel kapcsolatban, mert szerintem nagyon fontosak ezek a szóróanyagok, hiszen amikor megszólítunk valakit, akkor ezt nem úgy kell kezdeni, hogy egy darab szórólapot odaadunk, hanem egy kis szórólap csomagot. 3 dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban kiemelni, hogy nekem személyesen mi a tapasztalatom. Az első az, hogy nagyon-nagyon kevesen ismerik az alapítványt, a Májvirág alapítványt, de valami őszintén, hogy én sem hallottam az alapítványról egészen addig, amíg el nem kezdtük a közös munkát, pedig hát ugye a beszélgetésben már eddig kiderült, hogy hihetetlen missziót visznek, és azt mondom, hogy egészen egyedülálló, amit ők Magyarországon a nők egészségéért, vagy a prevencióért tesznek, de nagyon-nagyon kevesen. Tehát én most ha azt mondom, hogy nem tudom, talán 300 hölgyből egy mondta azt, hogy valahol olvasta, vagy hallotta. Ilyenkor én bennem mindig megfogalmazódik, hogy még inkább megfogalmazódik, hogy mennyire jó, hogy be tudtunk csatlakozni abba a folyamatba, hogy próbáljuk a saját lehetőségeinkkel, eszközeinkkel a lehető legszélesebb körben megismertetni az alapítvány nevét, munkáját, munkásságát, azt, hogy egyáltalán vannak. Ugye, hogy Tim is mondja, hogy van kihez fordulni. És hát szerintem nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy például egy-egy prevenciós napon mondjuk több száz szóranyagot osztunk szét. De például, amikor van egy európai méhnyakrák megelőzési hét, vagy például most legutóbb mi egy hétig ünnepeltük a nőnapot, nálunk egy hétig tartott, az összes fiókként becsatlakozott, akkor is több ezer szóranyagot osztottunk ki, és a másik, amit ezzel kapcsolatban szeretnék mondani, ehhez szorosan kapcsolódik, hogy nagyon nyitottak a hölgyek. Tehát én még olyan hölgyen nem találkoztam, akit így megszólítottunk volna. Nyilván néhány mondatban ilyenkor én elmondom, mondjuk egy prevenciós napon, amikor tényleg reggeltől estig csak erre tudunk fókuszálni, és akkor reggeltől estig mindenkit, aki például betér a Somogyi Könyvtár főépületébe, vagy bármelyik fiókkönyvtárban megszólítjuk, és felajánlom, hogy van ez a szóranyag, elmondom, hogy ki a partnerünk, hogy miért vagyunk itt. Mindenki kivétel nélkül elfogadja, és látszódik a hölgyeken, vagy akik, nem csak hölgyek, uraknak is szoktunk adni, tehát nem az, hogy elveszik, és akkor most uram, bocsánat, a következő sarkon belobják esetleg egy szemetesbe, hanem látszik, hogy érdekli őket. Nyilván azt gondolom, hogy ma Magyarországon valamilyen formában a rákbetegség szinte mindenkit érint, mert ismerős érintett benne, családtag érintett benne, hangsúlyozom, nem csak a női daganatos betegségre gondolok, hanem úgy általában. Például azt hiszem, hogy ez legutóbb a nőnapon volt, amikor egy hétig tartottunk ilyen prevenciós programokat. Volt egy hölgy, aki mondta, hogy 4 ilyen szórólapcsomagot szeretne kérni, mert hogy 4 barátnője vagy ismerőse érintett női daganatos betegségben. És amikor kérdeztem tőle, mondta, hogy ő sem ismerte az alapítványt, de látszott, tehát éreztem rajta, hogy amiről Tim is beszél, hogy ez is egy kapaszkodó, hogy ilyenkor van, tehát tudják azt, hogy van egy közösség, akihez lehet fordulni, akitől szakmailag, emberileg, mentálisan, mindegy, minden segítséget megkapnak, és nem én elveszettként kell bolyongani, hiszen nyilván, hogyha az ember szembes egy ilyen diagnózissal, tehát ezt a földbe döngöli, tehát egyszerűen totális sok. És az, hogy ilyenkor rögtön van egy azonnali határozott segítségnyújtás. Én azt gondolom az, hogy kihez kell fordulni, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy mi vár rá. Most például a legutóbbi klubunkon egy nagyon fiatal, szerintem 21 néhány éves volt a lány. Nagyon örültem, hogy Timivel rögtön kapcsolatba kerültek. Kiderült, hogy nem volt jó most a legutóbbi szűrővizsgálatának az eredménye, hát teljesen érthető, hogy egy 20 éves lánynak ez a személyekben is látszott is rajta, hogy teljesen a hatása alatt van, de Timi nagyon-nagyon empatikusan rögtön felvette vele a kapcsolatot, láttam, hogy elvonultak, beszélgettek, Timi minden kontaktot megadott neki segítség, például a Facebook zárt csoport, és ez biztos vagyok benne, hogy óriási segítség és óriási kapaszkodó abban a pillanatban. És a harmadik pedig, amit szeretnék mondani, pont nem véletlenül említettem ezt a 20 éves fiatal lányt, nagyon sok kitelepülésre megyünk,
Én személy szerint nagyon sok olyan kitelepülésre megyek, ahol fiatal korosztály van jelen, tehát például a Szegedi Ifjúsági Napok, vagy mondjuk a Nyugi Kertben a Könyves Piknik. Oda most már amióta a témékkel kapcsolatban vagyunk, én mindig viszek több száz szórólapot, és osztogatjuk is. És azt látom, hogy a fiatalok is nagyon nyitottak, de a fiúk is, a lányok is. Tehát amikor elmegyünk ide a Nyugi Kertbe, elképesztő helyiségű szórólapot osztunk szét, és mindenki azonnal köszöni, elveszi, látom, hogy van, aki már ott elkezdi nézegetni, és nagyon sokszor azt látom egyébként, amikor így megbeszélgetnek, tehát érdeklődőek, és nagyon jó így akkor egy kicsit az alapítványról is beszélgetni, vagy magáról a prevencióról, hogy például nagyon sokan nem tudják, hogy igen, a férfiak is érintettek benne. Nem is, tehát nem is tudják, hogy ez az információ nyilván nincs meg, és akkor milyen jó, mert egyébként van egy külön, vagy ez a fekete színű kis szórólapotok, amit azt, inkább azt szoktuk férfiaknak osztogatni, tehát hogy minden olyan fontos információ benne van, amik egy felős párkapcsolatban élő férfinak tudni kell róla. Úgyhogy nekem nagyon-nagyon pozitívak a tapasztalataim. Rengeteget beszélgetek ezeken a prevenciós napokon azokkal, akik, és szinte mindenki megáll a standunknál. Van, aki kérdez, van, aki csak úgy finoman tapogatózik, és akkor így tudok vele beszélgetni, és például nekem most a legutóbbi alkalommal volt még egy ilyen, hát döbbenetes, mondhatom, tapasztalat, vagy hát így furcsa volt hallgatni, hogy pont nemrég volt egy szőrésznő, hogy ugye ez az egyik klubban a vendégünk, és ott a méhnyakrákhoz kapcsolódó tévhitekről is beszélgettünk többek között, és a doktornő mondta, hogy például ez egy óriási tévhit, hogy csak az idősebb korosztály betegsége a méhnyakrák, mert hogy sajnos a fiatalabb korosztályt is sújtja, és amennyire jól emlékszem, azt mondta a doktor, hogy sajnos egyre több a 20-as, 30-as éve járó fiatal lány, vagy fiatal nő, akit ezzel diagnosztizálnak, és ez a 20 éves lány elmondta, ez nem Szegeden történt egyébként, hogy egy, azt hiszem, hogy Budapesten szeretett volna elmenni, egy ilyen méhnyakrák szűrésre, és konkrétan közölték vele, hogy nem csinálják meg neki, mert túl fiatal, mit szeretne még itt 20 pár évesen. És akkor ezt ugye elmondta, mert hogy meg pont adtak egy olyan szorolapot, hogy egyébként meg el kell menni és a prevenciót, tehát hogy azért van mind dolgozni, meg azt gondolom, hogy ilyenkor különösen szembesülünk az, amit nyilván magunktól is tudunk, hogy az a lehető legtöbb, amit meg tudunk tenni, hogy minél több emberhez, hölgyekhez, de akár férfiakhoz is eljuttatni a prevenció fontosságát. Hiszen, hogyha komolyan vesszük azt, hogy, és most nem csak a nőgyászati vizsgálatokra gondolok, vagy az éves kontrollák szűrésre, hanem mindenféle más egyéb éves szűrővizsgálatra el kell menni, mert nagyon-nagyon jó eséllyel lehet bármilyen betegséget időben elcsípni, és sokkal nagyobb a felgyógyulás esélye, hogyha erre igenis tudatosan hangsúly fektetünk, és ezt nagyon-nagyon komolyan veszük, és én nagyon örülök, amikor ezt már egy 20 éves fiataloknak ezt az üzenetet tudjuk tolmácsolni az alapítvány részéről. Igen, fontos küldetést képviseltek, ehhez kétség sem fér, úgyhogy további sok sikert kívánok a munkához és a közös együttműködéshez is a jövőben. Köszönjük szépen ezt a beszélgetést. Nagyon köszönjük a lehetőséget. Köszönjük a lehetőséget. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk máskor is. Viszontlátásra!